Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogyan kell hatékonyan klorella algát pótolni. Szeretettel köszöntök mindenkit, én Újhelyi Szabolcs Zoárd vagyok. A klorella alga szedése szinte mindenkinek ajánlható, mert egy olyan alga, amelynek bevitelével pótolhatjuk a táplálkozásunkban hiányzó zöldségek biztosította mikrotápanyagokat. Lássuk azt be, nagyon nehéz nap mint nap elegendő zöldséget fogyasztani. Ennek a problémának a kiküszöbölésében segíthet az alga. A klorella neve jelzi az egyik legfőbb összetevőjét, a klorofilt. A természetben a klorellában van a legkoncentráltabban jelen ez a vegyület. A klorofil hatékony méregtelenítő, segíti a sejtek regenerálódását, erősíti a májfunkciókat, mérsékli a rákkeltő anyagok aktivitását és segíti a vér sejtjeit, hogy oxigénnel lássák el a testünk részeit. Az algák között a klorella alga az egyik legjobb B12 forrás, ezért bevitelével fokozhatjuk a vörös vérsejtek termelődését is. Ha a B12 vitamin pótlás az egyik fő célunk, ajánlott csak önmagában szedni spirulina alga nélkül, mert a spirulinában több a pseudo B12, amely gátolja a valódi B12 hasznosulását. A klorofil lényegében a növények vére, míg a szerkezete is hasonlít az emberi testben lévő hemoglobin szerkezetéhez, annyi különbséggel, hogy nem egy vas, hanem egy magnézium atom van a közepében. Éppen ezért a klorella szedésével jelentős mennyiségű jól hasznosuló magnéziumot is tudunk pótolni. Ez a kiváló alga tehát növeli a vörös vérsejteink számát, ami előnyös vérszegénység esetén, ha a fizikai teljesítményünket akarjuk növelni, illetve fáradékonyság és gyengeség ellen is hasznos. A klorellának kiváló vérnyomás csökkentő hatásai is vannak, akár együtt a spirulina algával, de önmagában is eredményes lehet. A klorella algával hatékonyan táplálhatjuk a bélflóránkat, mivel a belegben a hasznos baktériumok számára a zöld természetes ételek jelentik a legfőbb táplálékot, tehát például a zöld színű zöldségek, vagy mondjuk a klorella alga a legjobb eledel a számukra. A klorella alga jól hasznosuló kénnel is ellátja a testünket, a kén kulcsfontossága az olyan saját antioxidánsok termelődéséhez, mint a glutatión. A klorella algából az alapszinten ajánlható napi beviteli mennyiség az 3 g, ami 6 darab 500 mg-os tablettának vagy kapszulának felel meg. Por esetén pedig kb. 2 teáskanálnak. Ettől a mennyiségtől többet és kevesebbet is fogyaszthatunk, ami lényeges, hogy ha növeljük a napi mennyiséget, azt fokozatosan tegyük meg. Hasonlóan járjunk el akkor is, ha először fogyasztunk algákat, tehát ne egyből napi 6 darab tablettával, kapszulával kezdjünk, hanem először csak napi 1-2 tablettát fogyasszunk, majd néhány nap múlva növeljük az adagot 1-2 tablettával, kapszulával, amíg elérjük a kívánt mennyiséget. A klorella tablettákat elosztva fogyasszuk a nap során, mert így nem jelentkezik egyszerre nagy vízigény a szervezetünkben, illetve fokozatos a tápanyagok biztosítása a testünk számára. Nem feltétlenül kell étkezéshez kötni a klorella bevitelét, ami sokkal fontosabb, hogy az alga szedése alatt a nap során ígyunk elegendő vizet is, mert az algák elegendő víz jelenlétében tudnak igazán jól működni. Ha nem iszünk elegendő vizet, az járhat mellékhatásokkal is, például szédüléssel, székrekedéssel vagy algás illatú felbefögéssel. A klorella nem szakítja meg a bőjtöt, tehát ha bőjtölünk, nyugodtan fogyaszthatjuk a bőjt alatt is. A klorella lényegében egy sűrített zöldség, nem egy gyógyszer, így megszakítások nélkül folyamatosan fogyaszthatjuk, akár éveken át. A hasznosulását a testünkben javíthatjuk állati zsíradékot tartalmazó ételekkel, tehát például zsírosabb húsokkal vagy sajtokkal. Gyerekeknek is lehet adni, 12 éves kor alatt napi 1 g elegendő számukra. Ha gyógyszereket is szedünk, a méregtelenítő hatásai miatt ajánlott a gyógyszerbevitel előtt vagy után 1 órával bevenni a klorellát. Mivel a klorellában jól hasznosuló vas is található, azért célszerű nem teával bevenni, mivel a teában lévő vegyületek csökkenthetik a vasnak a felszívódását. Mivel K-vitamint is tartalmaz, ha véralvadásgátló gyógyszereket is szedünk, oda kell figyelni a bevitelére, célszerű kikérni az orvos véleményét is. Ha túl sok a vas a szervezetünkben, ez ugye a hemokromatózis nevű betegség, nem ajánlott a klorella algát szedni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a klorella algáról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube mások is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Köszönöm a figyelmedet, remélem hasznos volt a videó, nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!